jelen pillanatban a Budapesti Olimpiai Központokban vagyunk Budapesten. Ez a 2019-es évi kvalifikációs vívó világbajnokság helyszíne. Szeretnénk itt vívni, mert ez egy ilyen 2 éve vívok, mert a családunkból majdnem mindenki vívott, és kedvet kaptam hozzá. Nem is mondom ki az évszámot, mennyi ideje vívok, majdnem 6 évtizede. A gyerekek, az unokatestvérek, és én meg az edzőjük vagyok. Igen nagy szeretettel és lelkesedéssel vagyunk itt. Nekem a 4. világbajnokságom, úgyhogy örülök, hogy még itt lehetek. Eddig nyertünk egy kard egyéni ezüstérmet Szatmári András személyében, ami azt jelenti, egy nagyon szép nyitányunk volt a világbajnokságon. Most a férfi párbajtörés női tör versenyszámunknak az egyéni 64-es táblái, illetve döntői fognak megtörténni. Mentálisan nagyon készültem erre az asszóra is, igazából most lett tele a szurkolótábor, és éreztem a tömeget. Én úgy éreztem, hogy az ellenfelem kicsit megszeppent a szurkolástól, és kevésbé volt olyan bátor. Én pedig úgy érzem, hogy helytálltam. Második éve vívok, mozgást is kell egyben használni, meg a lényedet is megmozgatod vele, mert hogy ki kell találni, hogy a másikat hogy szúrd meg. Igazából a lányzó miatt vagyok itt, hogy legyen felnőtt kíséretem, mert még szüksége van rá, illetve hogy szurkoljunk minden magyarnak, legyen az párbajtörős, kardostörős, hiszen mindegyik megérdemli, mert igazából látjuk így 1 év versenyzés után már, mert nem annyira hobbi szinten űzi, hogy mennyi munka van abban, hogyha valaki egy világversenyre kikerül. Tehát hajrá magyarok! Halkan megülök a lelátón, és nagyon drukkolok nekik. Nagyon-nagyon örülök Nagy Kingának, tényleg kimondottan a szívem csücske lesz valószínűleg most már ezen a világbajnokságon Kinga szereplése. Kvalifikációs világbajnokságról beszélünk. 1071 versenyzőnk regisztrált az indulás jogával. Megjelent országok számát tekintve is, nagyságrendileg egy olyan 114 ország van jelen. Egypt. My father is the head coach of the national team. That's why I started. I've been fencing for like 10 years, and I started because I loved like fencing with the swords while I was a kid. I'm also 13 years. It's a good tournament, and we played well. I was 3 times in Budapest. It's really beautiful. I am sportsman, I am professional physical culture, I am fencing right now also. I hope my country is very good for fencing. A világbajnokság az 15-e és 23-a között van most júliusban. 18-ától kezdődtek a döntők. 2016-ban a nemzetközi testület úgy döntött, hogy a 2013-as sikeres rendezés után ismét Budapestnek adja ezt a jogot. Ez egy nagy megtiszteltetés, mert azért 10 éven belül nem nagyon szokott ugyanaz a helyszínrendezési lehetőséget kapni, mi pedig igyekeztünk ennek megfelelni és önmagunkat is felülmúlni.